A Fantasportó, vagyis a Portói Nemzetközi Mozi Fesztivál egyik nagy esélyesének tartják a Postmortem című magyar horrort, amely a főversenyprogramban fut. A film hazai bemutatójára még várni kell, Bergendi Péter alkotása azonban áprilisban 4 nemzetközi filmfesztiválra is meghívást kapott. Fagyott lent a föld, ott várnak hetek óta temetetlen. A fantasztikus filmek szekciójában versenyző Postmortem története az első világháború után játszódik egy magyar faluban, ami tele van szellemekkel. A főszereplő egy kislány és egy fotós, akinek a specialitása a halál utáni, vagyis postmortem képek készítése. Minden megváltozott, de a filmek nem. Ugyanazok, amelyeket eredetileg be akartunk mutatni februárban, mondja a Fantasportó rendezője. Szabályokat kellett bevezetnünk a távolságtartásról, a termekbe be kellett készítenünk mindent, készfertőtlenítőt, korlátokat. Nem hívhattunk külföldi vendégeket, és hétvégén nem tarthatunk vetítéseket. Aztán vannak olyan korlátozások, amelyek kissé zavaróak számunkra, mint például az, hogy nem ismételhetjük meg a filmeket. A zsűri online jelenhet csak meg, szóval minden más, ugyanakkor a fesztivál identitása megmaradt. Az idei fesztivál másik nagy favoritjának számít az Emmy-díjas brit rendező Neil Marshall A végső ítélet című filmje, ami a 17. században játszódik a pestis járvány idején. A borzongani vágyók május 4-éig látogathatnak ki a Fantasportóra.